Furcsa esemény, szem és fültanúi lehettek azok, akik a pécsi közgyűlés közvetítését élőben nézték kedden. A Pécs TV-n láthatják a testületi ülést az érdeklődők, azonban most más jellegű tartalom keveredett az eredeti esemény közvetítésébe. Kövér János frakcióvezető úr, a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A valóságferdítésben tényleg nagy tehetségük van. Sikerült a polgármesternek most úgy válaszolni a feltett kérdésemre, hogy 18 helyen miért van feltúrva az út, hogy egyet kiemelt belőle, és mindjárt az államban mutatott, hogy az a hibás, aki effektuszív az önállomány a fejlesztést. Miközben egyébként ugye egy keopály. Ez csak egy részlet a megszólalásból, aminek szöveges részét elnyomja a zene, amit többször elindítottak. Itt csak néhány mondatot, szófoszlányt lehetett érteni az ellenzéket képviselő politikus kritikus megjegyzéseiből. Ez még nem fordult elő közgyűlésen, hogy egy felszólalás alatt közvetítésre technózenét csúsztassanak rá. Úgyhogy ez egy új műfaj, új szolgáltatás gondolom, de viccet félretéve, egy szabad városban, ahogy Péterfi Attila fogalmaz, ott a képviselőnek a véleménye az elhangozhat, főleg, hogyha sok embert képvisel, már pedig a közlekedés ügye az egész várost érinti, erről szólt a felszólalás. 18 helyen számoltak útfelbontást, kordont olyan helyeken is, ahol már nem dolgoztak, mondta a képviselő. Ezért kérte, hogy a szeptemberi iskola kezdésre tüntessék el ezeket. Így történhetett az meg, hogy mára el is tűntek itt a Nagy Lajos Király úton azok a táblák és kordonok, amik akadályozták a közlekedést. Nincs ilyen szerencsék viszont a kertvárosiaknak, mert a Megyeri úton, a Nagy Imre úton és a Siklósi úton, tehát a főútvonalakon viszont hónapokig még ott maradnak ezek a korlátozások. Kérdeztük, hogy tervez-e valamit a történtek után. Kővár János szerint ez még belefért. Lehet, hogy ettől a zenei aláfestéstől vették komolyabban a felszólalást, mert mára eltűnt jelentős része a kordonoknak a városban. Érdemes volt. A pécsi Fidesz képviselője szerint cenzúrázásról van szó. Azt gondoljuk, hogy itt egy nagyon tudatos és nagyon megfontolt elhallgattatása zajlik a pécsi jobboldalnak, és ennek ez az egyik eszköze, hogy a Pécsi Televízióban nem engednek bennünket szóhoz jutni. Én személyesen konkrétan tudok egy olyan esetről, amikor egy általam rendezett városi rendezvényen a Pécsi Televíziós tábja kivonult, és leforgatták úgy az eseményt, mintha az csak úgy magától megtörtént volna. A politikust, mint az esemény szervezőit nem említették, az anyagban sem látszik, panaszolta Barkóczi Csaba. A közgyűlési közvetítésről, illetve a zenei bejátszásról pénteken tudjuk megkérdezni az önkormányzati tévét.